A férfiak egészsége kupa immár nagy hagyományokra tekint vissza a városunkban. Ilyenkor a kispályás csapatok egy ingyenes tornán vehetnek részt a Vasvári Pál utcai műfüvesen, sőt, minden játékos finom ebédet is kap, és ez mellett különböző egészségügyi vizsgálatokon is részt vehet. Az idei évben azonban egy országszerte már több helyen megvalósított ötletet is kipróbáltak Baján. A benevezett gárdák ugyanis sorsolással megkapták valamelyik EB résztvevő válogatott nevét, és természetesen a csoportbeosztás is a lengyel-ukrán Európa bajnokságéhoz hasonló volt. Az ötlet úgy tűnik bevált, hisz a korábbi évekhez képest sokkal gyorsabban összegyűlt a mezőny, és szombaton a tikkasztó hőség ellenére mindenki kimondottan élvezte, hogy végre EB résztvevő lehet. Így volt ezzel a görög válogatott kapusa is, hiszen a válság ellenére a hellének simán tovább jutottak csoportukból. Nagyon jó játszott a csapat, eddig nem bírtunk kinni, mert estére megyek dolgozni, de megünnepeljük. Egy torna győzelemmel remélem Görögországot elvisszük a szigetekre. Biztos a győzelem? Biztos vagy a győzelemben? A csapatba bízok. Mik a fő erősségeitek? Kapus, csatár, és bírunk enni, meg inni. Nos, Görögországot valóban elvitték a szigetekre, hiszen a csapat megnyerte a mini EB-t, az ezüst az oroszoknak, a bronz a horvátoknak jutott, míg az olaszok épp hogy lecsúsztak a dobogóról. Lefordítva magyarra, a férfiak egészsége kupán Lakhandi, Lászlóen, FC Lever, Csondaráló lett a sorrend. A gólkirályi címet Olá Csaba, a görög válogatott, azaz a Lakhandi csatára szerezte meg.